November 29-én érkezett a hír, hogy kiégett egy családi ház a Sámsoni utcában. A tulajdonos, Zsurka Erik éppen kisfiát vitt a műtétre Budapestre. A házban a kémény melletti gerenda gyulladt ki, ami miatt a födén beszakadt, és a ház lakhatatlanná vált. Az összefogásnak köszönhetően azonban már december 3-án megkezdték a felújítási munkálatokat. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt az összefogást érezzék, és ezt én úgy gondolom, hogy az önkormányzat is biztosítja számukra, amit lehet. Tehát felajánlottunk egy lakást, megpróbáltunk azokba a dolgokba segíteni, amire igazándiból szüksége van a családnak. A polgármester hozzátette, szívszorító élmény volt látni a helyszínt, főleg így a szeretet ünnepe előtt. A felújítási munkálatokban rengetegen segítenek, több cég és vállalkozó is felajánlotta, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Zsurka Erik és kisfia a karácsonyt már ismét saját házukban tölthessék. Bent leégett a födém, a saralt födém, megsérültek egy kicsit a tartószerkezetek, ezt kell visszaerősítenünk, aztán nyilván kap egy gipszkarton borítást és új burkolatokat, tehát teljesen újjá szeretnénk varázsolni az otthonukat. A munkálatokról Zsurka Erik szülei, Dávid Zoltán polgármester, Orvec Nóra a polgármester és a jelenlévő kivitelezők és vállalkozók tárgyaltak. December 3-án a reggeli órákban gyűltek össze, hogy megbeszéljék, hogyan lássanak neki a felújításnak. A jelenlegi helyzetről Eriket is tájékoztatták telefonon. De mi azt szeretnénk, hogyha hazaérkezik a 2 éves kisfiú ebből a műtétből, akkor tényleg itt egy olyan környezet fogadja, hogy egy steril és egy biztonságos otthon. Köszönöm. Erikéket teljesen új házba jönnek haza. El lehet mondani azt, hogy teljesen új villanyvezeték, új fürdőszoba, új bútorok, minden új. Tehát tényleg hihetetlen, nem lehet találni egyáltalán szavakat, rengeteg felajánlás jött. A család arra kéri az embereket, hogyha segíteni szeretnének, akkor a képernyő alján látható számla számra utaljanak.